fókusz. Nagy mértékben, mintegy 14 millió euróból fejlődik három határ közeli egészségügyi intézmény. Segítség a kormánytól, a diákhitel kedvező módosításai, a KRESZ és a nyelvvizsgadíjak visszatérítése után a fiatal házasok is anyagi segítségre számíthatnak. 30 éves jubileum, három évtizede működik a II. Világháború utáni első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet, a KMKS. Mintegy 14 millió euró értékben újulnak meg határközeli nagy kórházak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Szatmár megyei sürgősségi kórház, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház és a Felső Szabolcsi kórház egy közös nemzetközi fejlesztési projekt megvalósítása érdekében társult. Így a Szatmár megyei sürgősségi kórház két különálló szárnya egyé válik majd. A József András Oktató Kórháznak pedig lehetősége nyílik a szív- és érrendszeri szűrő és diagnosztikai tevékenységének bővítésére és megerősítésére. Tavaly indult el a ROHUS projekt, amely az egészségügyi ellátás fejlesztését célozza Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A közös szakmai utak mindhárom kórháznak fontos információkkal szolgáltak. Az ezek alapján elkészült szakmai tervet az irányító hatóság elfogadta, így ténylegesen is kezdetét veheti a határon átnyúló projekt. Ennek egyik résztvevője a Szatmár megyei sürgősségi kórház, ahol így egy helyen lesz minden életmentő tevékenység, és csak pár másodpercre lesznek egymásról a különböző osztályok. Jelenleg a sürgősségi ellátást egy 50 és egy 100 éves épületben látják el, ráadásul az egyik a szamos bal, a másik a jobb partján található. Ez mentő autóval is közel 10 perc távolság. Az új, 6 emeletes, több mint 1300 négyzetméteres épület minden szempontból korszerű lesz. Itt ez heliport is lesz a tetején, tehát hogy az országos mentőszolgálat keretén, a sürgősségi szolgálat keretén belül lehessen egyetemi központokba átvinni azokat az eseteket, amiket helyileg nem tudunk megoldani. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon jó dolog, mert jelenleg a heliport az a kórházudvaron van, körbe magas épületekkel, és csak nappal nagyon jó látási viszonyok között működik ez. És a másik nagyon fontos dolog, tehát ez óriási tranzit van Szatmár megyében, több millió embert érint, és szakember megtartó hatása is lesz, mert ugye Romániában is egy óriási gond az, hisz a változások ott a több mint 15 ezer nagyon jól képzett orvos hagyta el az országot. Az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy nem voltak meg a körülmények ahhoz, hogy osztályokat fejlesztenek. Ezekhez egy alapinfrastruktúra szükséges, amely lehetővé teszi az ellátás bővítését is. A Szatmári Kórház mellett a Kisvárdai Kórház is részesül a nemzetközi projektből. Kisvárdán a Felső Szabolcsi Kórházban közel 1 millió eurós támogatást, 100%-os támogatást nyertünk, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a régi mondatom szerint csak 1%-ot fejlődjünk, de folyamatosan, itt most egy kicsit nagyobb lesz a fejlődési lépték. Ebből a kórházi laboratóriumot tudjuk felújítani, a kórháznak már elavult a laboratórium inkubatórája, az épületrendszere, a gépészete, ezeket teljesen egészében kicseréljük, illetve új laboratórium automatákat is tudunk vásárolni ebből a támogatási összegből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház hármas belgyógyászat kardiológiai része és az érsebészeti része is gyarapodni fog a közel 1,5 millió euró értékű fejlesztési forrásból. A kardiológiai osztályunkra egy úgynevezett ilyen kombó készüléket, amivel a szív-érrendszer és koszorúérnek a vizsgálatát tudjuk elvégezni, és ha szükségeltetik, akkor az a bizonyos stenteknek a beépítését is, beültetését is elvégezni, illetve a perifériás erek vizsgálatára, tehát amit az érsebészet akár intraoperatív műtét alatt is el tudják végezni, ugye, ami hát nagyon sok lábat levágnak Magyarországon, és pontosan ezeknek az eszközöknek a segítségével reményeink szerint kevesebb ilyen amputációról fog sor kerülni. Emellett cél az is, hogy a szívinfarktus okozta halálozás számát csökkentsék. Ma Magyarországon évente 30-35 ezer új szívinfarktust és 42 ezer sztrókot regisztrálnak. Szív- és érrendszeri betegségekben pedig annyian halnak meg, mint amennyien az összes más halálozási okból együttesen.
Több intézkedés is segíti a fiatalokat, a kormány családvédelmi akcióterve pedig tovább erősíti az ifjúság családalapítási terveit. A diákhitel kedvező módosításai, a KRESZ és a nyelvvizsgadíjak visszatérítése után a fiatal házasok is anyagi segítségre számíthatnak a magyar államtól. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség téli hétvégéjén többek között ezekről is beszélt Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. A KDNP ifjúsági szervezete, az X, vagyis az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség téli hétvégét szervezett Máté Szalkán. A szövetség a keresztény és nemzeti értékeket képviseli, mint például a család és a nemzet, közölte Tisóczki Flóra alelnök. Fiatalként azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy akár egy iránymutatás szempontjából is egy olyan közösséghez tartozik egy fiatal, hogy akár a programjaink keretein belül, vagy azok a lehetőségek, amiket tudunk nekik nyújtani, előadások, beszélgetések, táborok, bármi ilyesmi, akkor megtalálják egy kicsit a helyüket, és tudjuk őket esetleg segíteni akár az elindulásuk során, a pályájuk kezdetén például. A szövetség minden negyedében szervez egy közös hétvégét, ahol a fiatalokat érintő aktuális kérdésekről beszélgetnek az országot vezető politikusokkal. A mostani rendezvény fő témái a 2019-es feladatok, az európai parlamenti választás fontossága és az ifjúságot érintő intézkedések voltak. Azt kell, hogy elmondjuk, az egy tévképzet, hogy az ellenzéké lennének a fiatalok, a legtöbb fiatal a Fidesz-KDNP szövetséget választja is. Hogyha azokat a kérdéseket nézzük közvéleménykutatásokból, hogy a fiatalok hogy bíznak a jövőjükben, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre inkább bíznak a fiatalok a jövőben, egyre jobbak arra a válaszok, hogy hogy látják a saját jövőjüket, mennyire bíznak 10-20 éves távlatban a hazájukban, és ezt mutatják akár a családalapítás, gyermekvállalás, akár a házasságkötés számának emelkedésével kapcsolatos mutatók. A fiatalokat számtalan új intézkedés segíti 2018-tól, ilyen például, hogy 0%-os lett a tandíjra felvehető diákhitel 2 kamata, valamint növekedett a diákhitel 1 igényelhető összege. Tavaly január 1-től egy sikeres nyelvvizsga után a vizsgadíjat visszatéríti a kormány, valamint a KRESZ tanfolyam és a vizsgadíját is visszakaphatják a fiatalok, közölte az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár Máté Szalkán. Ami most 2019-ben, az elmúlt héten mindenkit foglalkoztat, miniszterelnök úr évértékelő beszédén bejelentett 7 pontos családvédelmi akcióterv, annak is a legelső pontja a fiatal házasokat segítő életkezdési támogatás, hiszen ebben a pontban benne van, hogyha 40 éven aluli fiatalok házasságot kötnek egymással, 18 és 40 év közötti fiatalokról van szó, akkor a magyar kormány 10 millió forintos támogatással segíti az ő életkezdésüket. Abban az esetben, hogyha 3 gyermeket vállalnak ezek a fiatalok, akkor a 10 millió forintos kölcsönt az automatikusan a magyar kormány átvállalja, és ez a fiatalok számára egy 10 millió forintos életkezdéssé minősül át, vagy lényegül át. A felmérések szerint a magyar fiatalok családban képzelik el az életüket, és legalább 2 gyermeket szeretnének, tette hozzá Illés Boglárka. A kormány ezeket a terveket szeretné támogatni a családvédelmi akciótervvel. Ismét egészségtelen a levegő Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány hivatal tájékoztatása szerint a PM10, vagyis a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke egymást követő 2 napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket Nyíregyházán. A következő 2 napban lényeges változás még nem lesz, szerdától azonban az előző időszakhoz képest nagy mértékben javulhat a levegő minőség. Az egészségtelen levegő a keringési, légzőszervi betegségben szenvedő, főleg időskorúaknál okozhat panaszokat. Az ANTS azt javasolja, hogy gyermekek, idősek, asztmában és egyéb légzőszervi, illetve keringési betegségben szenvedők kerüljék a szabadban tartózkodást, valamint az aktív testmozgást. Idén 30 éves a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a II. Világháború után alakult.
A KMKS 1989-ben alakult Ungváron, mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet. A szövetség alapvető feladata a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme, miközben tevékenységét a nemzetközi jogi normáknak és Ukrajna alkotmányának és törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. 1989-ben, még a Szovjetunió idején alakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A kárpátaljai magyar értelmiségiek keresték a lehetőséget arra, hogy létrehozzanak egy magyar szervezetet. Korábban ez nem volt lehetséges, legfeljebb kulturális és irodalmi körök jöhettek létre, közölte Brenzovics László, a KMKS elnöke. Amikor 1989-ben létre lehetett hozni a ukránoknak egy ilyen anyanyelvi társaságot, utána magyarok is úgy gondolták, hogy és eljött az az időszak, amikor talán a párt megengedi azt, hogy létrejöhessen egy nem állami szervezet. És 1989. február 26-án Ungváron összegyűlt egy nagyobb csoport, Kárpátaljai Magyar Értelmiségi, és itt dőlt el az, hogy létre fognak hozni egy ilyen érdekvédelmi szervezetet. Nem volt egyértelmű, hogy milyen lesz, hiszen akkor még a pártnak, a titkosszolgálatnak a befolyása erős volt, és ők abba az irányba próbálták befolyásolni az alakulást, hogy jön létre egy ilyen szovjet-magyar baráti társaság, vagy pedig egy ilyen csemadokszerű félállami szervezet, amely kapna állami támogatást is. Az ott jelenlévő alapító tagok azonban másként döntöttek, meséli Brenzovics László. Ez döntő módon befolyásolta a KMKS későbbi történelmét és a kárpátaljai magyarság történelmét is, hiszen Fodor Sándort választották meg elnöknek, aki korábban is ellenzéki volt, és úgy döntöttek, hogy független társaság lesznek. Így a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség lett az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a II. Világháború után. Az elmúlt 3 évtized politikai változásainak ellenére a szövetség célja ugyanaz maradt. A kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme és a magyar nyelv oktatásának elősegítése Kárpátalján. Rendkívül viharos időszak volt ez az elmúlt 30 év, hiszen ez egy emberöltő. De nézzük azt, hogy ebben az elmúlt 30 évben mi történt, hogy a Szovjetunió széthullása, Ukrajnának a megalakulása, Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, 3 forradalom Ukrajnában, különböző más események. Tehát viharos időket éltünk meg, és azt hiszem, hogy nem tartana itt a kárpátaljai magyarság, hogyha ez a szervezet nem jön létre, akkor is nem ilyen formában. Akkor 1989-ben nem lehetett tudni igazából azt, hogy mi lesz. És hogyha belegondolunk abba, hogy milyen változások történtek ebben az elmúlt időszakban, akkor azok nem voltak sem beláthatóak, sem nem lehetett rájuk felkészülni. Ennek ellenére is fontos, hogy a szervezet a viharos időszakokban is helytállt, és nagy mértékben befolyásolta a kárpátaljai magyarság sorsát, tette hozzá Brenzovics László. Döntetlennel zárult a kisvárdai női kézilabda csapat Albafehérvár elleni mérkőzése. A Dévényi János által irányított várdaiak az NB1 15. fordulójában játszott mérkőzésen 22-22-re végeztek a vendégekkel szemben. A tabella 7. helyén álló kisvárda szombaton Budaörsön lép pályára. A Moson-Magyaróvári vereség után távozó Vlatko Gyönovics helyett Dévényi János vette át a szakmai munka irányítását a kisvárdai csapatnál, amely a tabellán közvetlenül előtte álló Albafehérvárt fogadta. Az első félidő közepéig fejfej mellett haladtak a csapatok, aztán előnybe kerültek a vendégek, akik egy gólos vezetéssel mehettek a szünetre. A második játékrészt jobban kezdte a Fehérvár, 4 góllal meglépett ellenfelétől Delirita együttese. A hazaiak azonban elkezdték ledolgozni hátrányukat, és 20-20-nál utól is érték a vendégeket. A végjáték izgalmasan alakult, még 2-2 gól született, így pontosztozkodással ért véget a mérkőzés. Egy igazságos döntetlen született. Én úgy éreztem, hogy egész végig uraltuk a meccset, egy komoly taktikai csata folyt mind a két oldalon. Ami a kézlabdában előfordulhat, az már előfordult. Viszont a támadójátékunk, a 22 gól az egy nagyon-nagyon dicséretes, és a védelmünkre próbáltunk alapozni, ami nagyon-nagyon jól működött.
amiben azt éreztem, hogy nem játszottunk elég jó sebességgel, és azon próbáltunk folyamatosan változtatni a labdafelhozatal, kihasználni ugye a cseréjét a kisvárdának. Abban lassúak voltunk, illetve hát megállt a támadójátékunk, ott 3-4 játékosomtól sokkal-sokkal többet várnék, mert hát nyilván ott beszűkült a játék lehetőségünk. Ha a meccs előtt valaki azt mondja, hogy ma döntetlen érünk el, akkor azzal mindenképpen elégedett lennék. Most azért van egy pici hiányérzetem, de természetesen nagyon örülünk, mert azért innen Kisvárdáról elvinni egy pont, ez mindenképpen nagyon-nagyon pozitív dolog. A hazaiak edzője elsősorban az átlövésből szerzett gólokat hiányolt a csapatától. Gratulálok a Fejvárnak, hiszen nagyon jól kezdték az első fél időt, illetve a másik fél idő elejét is. Kapaszkodtunk folyamatosan vissza a meccsbe. Tényleg óriási taktikai csata volt, védekezés, váltások, emberfogás, nyitott védekezés, ami lehetett, ugye mindkét oldalt bevetett. Ugye Mendy parádézott, tehát valamilyen formában orvosolnunk kellett, más megoldást nem találtam, de ez be is jött valamilyen formában. Ami borzasztotta számomra, az az átlövők teljesítménye. Tehát viszonyatosan gyengén muzsukáltak ma, a szélsőket viszont ellenben valamilyen szinten itt a beállókat dicséret illetve azt mondom, a védekezésünk nekünk is rendben volt, illetve Betty is adott egy nagyon jó stabilitást. A forduló további eredményei a következők: Siófok Dunaújváros 31-17, Békés Csaba Debrecen 31-28, Ferencváros Mosonmagyaróvár 30-16, Eger MTK Budapest 20-22, Vác Érd 26-24 és Győr Budaörs 40-20. A tabella élén a Győr áll 34 ponttal, megelőzve a 30 pontos Ferencvárost. A 15 pontos Kisvárda a 7. helyen várja szombati budaörsi vendégjátékát. Ezüstérmet szerzett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák a sorozat győri 4-es döntőjében a budapesti Honvéd elleni 77-72-es győzelemmel jutottak a fináléba, ahol 84-67-es vereséget szenvedtek a Veszprémtől. A nyíregyháziak pénteken bajnoki mérkőzésen Bonyhádon lépnek pályára. A két évvel ezelőtti bronz és a tavalyi ezüst után ismét éremért utazott a HEP Kupa győri 4-es döntőjére a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elődöntőben a bajnokságban kétszer is legyőzött budapesti Honvéd várt a cápákra. A fővárosiak ellen meg kellett küzdeni a továbbjutásért, végül 8 pontos hátrányból fordítva 5 pontos győzelmet arattak a nyíregyháziak. A döntőben a Veszprémmel csak negyed óráig tudta tartani a lépést az első számú centerét nélkülöző Blue Sharks, amelynek a 17 pontos vereséget követően meg kellett elégedni az ezüstéremmel. Úgy gondolom, hogy nem volt reális esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Tóth Geri az első mérkőzésen a Honvéd ellen sajnos a sérüléséből adódóan kevesebbet játszott ugyan, de ennek ellenére a sérülése súlyosbodott, és nem tudott már a döntőben pályára lépni. És azzal, hogy a csapatunkból ő kivált, teljesen megváltozott a csapatunknak a játéka, a palánk alatti játékunk nem volt olyan erős. Ennek függvényében úgy gondolom, hogy nem volt sajnos reális esélyünk már az első negyed után arra, hogy megnyerjük a találkozót. Sitko Ernő szerint a 3 év alatt szerzett 3 HEP kupa éremre büszkék lehetnek a csapattagjai. Úgy gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk. Természetesen mindenki álmodozik és szeretné a legjobb eredményt elérni, és szeretné, hogyha aranyérmesek lehetnénk. Látható, hogy ebben a mérkőzésben ez most nem volt benne. A Veszprém nagyon agresszíven, okosan és szépen játszott. Ráadásul erős csapatuk van. Láthatjuk, hogy a bajnokságban 19 mérkőzésből 19-et megnyertek. Nekünk meg kell nézni azt, hogy a bajnokság további részében hogyan tudunk rajtuk fogást találni. Bízom benne, hogy Tóth Gergő nem sokára felépül és erősítheti majd a csapatot, de figyelnünk kell a következő mérkőzésekre, és meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Az NB1B piros csoportjának alapszakaszából még 7 forduló van hátra. A jelenleg 5. helyen álló nyíregyháziak pénteken a 13. helyezett Bonyhád otthonában lépnek pályára. Egy pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat az NB1 21. fordulójában. Dajka László együttese hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Paks csapatával. A Kisvárda szerdán Magyar Kupa mérkőzésen a Ferencváros otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Ma Magyarországon évente 30-35 ezer új szívinfarktust regisztrálnak, ezért is lesz nagy jelentőségű a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház új projektje,
amelyben a szív- és érrendszeri szűrőberendezések bővítése mellett az invazív kardiológiai laboratórium eszközfejlesztésére is lehetőség nyílik, mintegy 1,5 millió euró értékben. Ez része a ROHUS nemzetközi projektnek, amelyből a Felső-Szabolcsi Kórház és a Szatmár megyei sürgősségi kórház is részesül. Téli hétvégét szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Máté Szalkán. A rendezvényen Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár a fiatalokat érintő intézkedésekről beszélt a résztvevőknek. A diákhitel kedvező módosításai, a KRESZ és a nyelvvizsgadíjak visszatérítése után a fiatal házasok is anyagi segítségre számíthatnak a magyar államtól a családvédelmi akciótervnek köszönhetően. 3 évtizede működik az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége. A KMKS 1989-ben alakult Ungváron, mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet. A szövetség alapvető feladata a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme, miközben tevékenységét a nemzetközi jogi normáknak és Ukrajna alkotmányának, törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 18-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedd délig változóan felhős idő várható. Éjszaka párásra válik a levegő, ködis képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul. Kedd estig eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. Szerdán lényeges változás még nem várható. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több felé elered az eső, záporeső. Pénteken a felhő átvonulásokból helyenként valószínű zápor, este felé esetleg egy-egy hózápor is kialakulhat. Az északi szél több helyütt viharossá fokozódhat. Ezzel hidegebb, de egyre szárazabb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. A hétvégén több órára kisüt a nap, csapadéknak kicsi az esélye. A csípős éjszakákat az átlagosnál hűvösebb nappal követi.